Iseszegi Dózsa György művelődési otthonban nyílt meg Tari Ildikó aranykézdíjas képzőművész első önálló textilszobrászati kiállítása 2016. június 9-én. A tárlat megnyitón a művelődési otthon nevében Tar Melinda üdvözölte a megjelent vendégeket és köszöntötte az alkotót, aki ezt követően röviden ismertette kiállított munkáinak történetét, valamint a textilszobrászat folyamatáról, technikájáról is megosztott néhány információt az érdeklődőkkel. Hangsúlyozta, ez a kreatív technika elsősorban azért vált szenvedélyévé, mert számtalan alkotási lehetőséget hordoz magában, ahogyan azt most Textilvarázs című kiállítása is bemutatja. Nagy szeretettel köszöntök itt mindenkit, aki megjelent, kedves barátaim, ismerőseim. Nagyon megtisztelve érzem magam, hogy eljöttetek, és nagyon örülök, hogy bemutathatom ezeket a munkáimat, ami Magyarországon még újdonságnak számít, kevesen ismerik ezt a technikát, és kevesen hallottak róla egyáltalán, így meg, hogy közelről látni még kevesebben látták, és én meg nagyon hálás vagyok a sorsomnak, hogy ebbe belecsöppentem, és hogy ezt művelhetem a szívem minden szeretetével és odaadásával, mert úgy érzem, hogy a 16 év festés után egy olyan művészi területet találtam, ami igazán én vagyok, ahol ki tudok bontakozni teljesen, és amiben nagyon sok örömöm van, és ami a még nagyobb örömöm, hogy ezt tovább tudom adni, mert hogy oktatóként ezt tanítom is embereknek, és akkor ugyanazt a sikerélményt át tudom adni másoknak is. Magáról a technikáról kicsit beszélve, a PowerPoint textil szobrászatnak nevezik, igazából textil szobrászat. A PowerPol az egy Magyarországon, meg egyáltalán egy újszerű anyag, ami Hollandiában egy holland találmány, szabadalmaztatott találmány, ami Magyarországon 5 éve van. Ez egy levegőre száradó, keményítő és ragasztó, de ettől sokkal többet tud. Egy nagyon speciális anyag, ami be a textileket, ha belemártjuk, tehát ez ragaszt, ez keményít, színe is van, és sőt, kültéri esíthető is vele, sok tárgy, szobrok készülhetnek, tárgyakat tudunk bevonni ezzel a PowerPol-ba mártott textiliákkal, amelyek aztán tulajdonképpen ettől textil szobrászat, hogy formáljuk ezeket a textileket az adott tárgyon. Tehát lehet például ez az első, ez egy vizsgadarabom, amit úgy készült, hogy drótvázat készítettünk, és tehát a drótvázra utána gipszből egy kis arcot, a fejnek az első felét, a többi az ki lett építve, gyapjúból lett haj készítve, szárazvirágot tettem rá, textiliát, és hát minden, ami még utána otthon én ezt tovább bővítettem, amit még tudtam rátenni, és még utána is lehetne később még ezt gazdagítani. De az a lényege, hogy egyszerűen nagyszerű dolgokat lehet készíteni, és bárki el tudja készíteni, még ha nincs is olyan kézügyessége, a technikai magyarázat alapján kis kézügyességgel nagyon ügyesen el lehet készíteni ezeket a tárgyakat. A szobor a legkomolyabb dolog, amit készítünk, de én nagyon szeretem a használati tárgyakat, kis dobozkákat, vagy kiürült befőttes üvegeket, amit, vagy konzerves dobozt bevonunk körbe, textiliákkal díszítünk különböző dolgokkal, a gipsztől elkezdve a kagyló, csipkék, kavicsok, gyöngyök,
spárga nagyon szépen mutat rajta, milyen rajzolatokat ad. És akkor ezeket tulajdonképpen a fantáziánk szab csak határt neki, hogy mit szeretnénk készíteni. A festéssel lehet fokozni tehát a látványt azzal, hogy utána a festéssel el is lehet rondani, ugyan ebbe kell ügyesnek lenni, és ehhez mindenki más színt használ. Mindenkinek kialakul egy sajátos színvilága, az enyémet itt látjátok, hát elég színes, mint a festményeim is, mindig azt mondták, hogy nagyon színesek. Hát a PowerPoint-ban is megmutattam, hogy mindenféle színnel lehet játszani. Egyébként jellemzően a sötét színek dominálnak, azt lehet világosítani akril festékekkel. Az akril festékből van ugye a sima akril festék, meg van ilyen metálfényű, amivel ha befessük ezeket a textíliákat száradás után, mert hogy ezeket megszárítjuk munkamenetében, akkor utána a színeivel lehet fémesíteni, vagy különböző színhatásokat elérni. A megnyitón közreműködött Matus Mihály pánsípművész, aki előadásával színesítette az eseményt. Tari Ildikó kiállított PowerPoint kis plasztikái, táblaképei, szobrai 5 héten át egészen július 15-ig megtekinthetők az Isaszegi Dózsa György Művelődési Otthonban.